15 éve a gyógyítás szolgálatában a budapesti Déméter Ház, rövidesen a ház program igazgatójával, Sedlák Gabriellával fogok beszélgetni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! 15 éve a gyógyítás szolgálatában. Hát, hogyha 15 évre nem is tekintünk vissza, de némileg egy kicsit a kezdetekre, hol található a Déméter Ház, illetve úgy tudom, hogy országos elhelyezésű, tehát hogyha valakit itt Miskolcon a Velkei László Gyermekegészségi Központban kezelnek, valamilyen úton, módon ő is elhelyezést nyerhet önöknél, hogyha úgy hozza az élet. Igen, ez természetesen így van. A Szent László kórházban működő gyermekcsontvelő transzplantációs osztály országos feladatokat lát el, tehát az ország minden részéről jönnek hozzánk a gyerekek, és nagyon nagy távolságok vannak, ami lehetetlenné teszi a napi közlekedést, és éppen ezért jött létre 15, most már 16. éve a Déméter Ház, ahol először szülők laknak, amíg a gyermek fönt kezelődik az osztályon, ez általában ilyen 30-40 nap, és akkor utána, amikor a gyerekek már nem igényelnek kórházi kezelést, de még gyakori ellenőrzésre szorulnak, akkor ők is ott vannak. És a 15 év alatt ahhoz az, hogy először 3, majd 6 apartmannal nőtt a házunk, tehát most már 14 apartmanban 14 családot tudunk egy időben elhelyezni. Az évek alatt hozzáraktuk a programunkat, aminek az a célja, hogy a gyerekek a betegségük alatt is gyerekek maradhassanak, megelőzzük a szociális és egyéb izolációt, odafigyelünk a lelki jól létükre, tehát egy rehabilitációs programot is kialakítottunk az évek alatt. Túl azon, hogy elhelyezik a 14 családot, tehát apartmanos, ingyenes lakhatást kínálnak nekik, igen, ezen túl mi az, amit még biztosítanak a családoknak? Van lelki gondozónk, van pszichológusunk, kórházpedagógusaink, minden nap tanítják a gyerekeket, ha az állapotuk engedi, akkor még a steril boxokban fenn az osztályon is. Van gyógytornászunk, aki a fizikai állapotuk jobbítására törekszik, illetve a dietetikusunk, de különböző programokat is szervezünk a gyerekeknek, ami rendkívül fontos, mert ugye ők kikerülnek az otthoni környezetükből, kikerülnek a saját kis szociális megszokott milliójükből, és ők egy évig nem mehetnek közösségbe a megromlott immun, illetve hát jószeriben nem működő immunrendszerük miatt. Éppen ezért kimaradnak közösségi programokból, ezért nálunk van télapó ünnepség, Halloweenkor tököt faragunk, farsangolunk, évnyitót, évzárót tartunk, és az évzáró az egy igazi gyereknapi buli tényleg, és nagyon szeretik azok a gyerekek, egyrészt akik ott laknak a házba, másrészt azokat a gyerekeket is visszahívjuk ezekre a programokra, ahol ők még a saját közösségükben nem mehetnek el a fertőzés veszély miatt. Azt lehet tudni, hogy 15 év alatt nagyságrendileg hány családnak tudtak segíteni, illetve lakhatást biztosítani? Hát 400-500. Nem tudom most pontosan, de az utolsó statisztika, amit megnéztünk, az ilyen 400 valamennyi volt. Ezzel a számmal ugye mindig úgy vagyunk, hogy sok, de természetesen sajnálatos, hogy vannak ilyen beteg gyerekek, és őket el kell szállásolni a családtagjaikkal együtt, ugyanakkor pedig nagyon örülünk annak, és örülünk, hogy beszámolhatunk arról itt a Csillagpont Rádióban, hogy van egy ilyen ház az országban, aki tudja fogadni ezeket a gyerekeket és ezeket a családokat, és a ház honlapján egyébként nagyon sok olyan visszajelzés, vendégkönyves bejegyzés, ha így tetszik, olvasható, amiben nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoznak az önök munkájáról, illetve az önök által nyújtott elhelyezésről, és az imént különböző rekreációs programokat említett, amelyek nagyon fontosak a beteg gyerekek életében, és kapcsolódnék ehhez abban a momentumban, hogy nem olyan régen egy új kisbusz beszerzésére is lehetőségük, igen, nyílt, igen, igen. Ami tulajdonképpen pontosan ezt szolgálja, hogy ezeket a gyerekeket is egyik helyről eljuttassák a másikra?
Igen, azon kívül tudunk olyan programokat szervezni, megvannak már a kapcsolataink a múzeumokba, olyan időszakban, amikor nincsen más látogató, akkor elviszük a gyerekeket. Moziba külön termet kapunk, ahol igazi mozi élményük van. Lemegyünk a Dunapartra, csak annyi, hogy egy másfél-két órát kint vannak, és természetes környezetben, de még olyan is volt, vagy meg most már itt a tavasz, és újra lesz, hogy a tanárnő a biológiát kint a szabadban tartja. Mondjuk ehhez az is hozzátartozik, hogy már a ház körül lévő kert, meg játszótér is alkalmas arra, hogy kint tudjanak lenni a gyerekek, de azért az mégis más, hogy beülnek egy kis buszba, és akkor lemegyünk a Dunapartra, és akkor ott lehet kavicsot dobálni, meg mindenfélét. Amit még nem mondtam, elnézést, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy az egyik legfontosabb dolog az a Démi Térház programjában, hogy nem hagyjuk a családokat szétszakadni. Tehát lehetőség van arra, hogy akár az egész család felköltözzön. Volt olyan, hogy három gyerek és a két szülő végig több mint 100 napig ott lakott a Démi Térházba, de a legtöbb család ugye ezt nem engedheti meg magának, de akkor, amikor hétvégén lehetőség van arra, hogy az otthon maradott család másik fele feljöjjön, akkor van egy intim környezet, ahol ők családként tudnak funkcionálni. És gondolom, hogy az akár orvosilag kimutatható, hogy egy-egy ilyen családi látogatás, vagy egy folyamatos együttlét milyen sokat tesz hozzá a beteg gyermek gyógyulásához. Egyértelmű, hát a mottónk is ez, hogy a család nagyon fontos a gyógyulás, a család szerepe rettentően fontos a gyógyulásban. És már eleve az, amikor a gyerekek fönn az osztályon, kinyitják a steril boxot 30-35 nap után, és akkor ugye ők megismerkednek a Démi Térházzal, mielőtt fölkerülnek az osztályra, és akkor ők azt számolják, hogy mikor jöhetek már le a Démi térbe, mert az már egy következő lépés a hazaútba. És akkor ezt a gondolatát szeretném egy picikét tovább fokozni, hogyha fogalmazhatok így, mert hogy a ház honlapján számos visszajelzés, vélemény olvasható, és például a Rolika, akit szerintem már az egész ország ismer különböző média szereplésekből, aki annó 6 hónapot töltött a Démi Térházban, ő is azt mondja, hogy önöknél olyan jó volt, mint otthon. Hát azt gondolom, hogy ettől pozitív a visszajelzés, meg gyógyító erő nem is kell. Igen, és hát Rolika azóta is visszajáró kis vendégünk, mert ugye amikor hozzák a szülők Budapestre különböző rehabilitációs kezelésekre, akkor egy-két heteket ott laknak nálunk. Természetesen akkor, hogyha az osztályon nincs olyan beteg, akinek kell az apartman. Tehát mindig az osztályon kezelődő gyerekek vannak prioritásban, de hogyha van szabad apartmanunk, akkor ilyenkor nagyon szívesen segítünk azoknak is, akik a régebbi kis betegpajtáskáink voltak. És hogyha egy kicsikét prózaibb dolgokról kérdezem, akkor arra is felhívják a közvélemény figyelmét, hogy bizony mindaz az eszközállomány, amit folyamatosan 14 család használ, azok előbb-utóbb azért elromlanak, amortizálódnak, cselére pótlásra szorulnak, és ebben is kérik a közvélemény segítségét. Igen, hát a honlapunkon működik egy kívánságlista, és abból, ha valaki segíteni akar nekünk, tényleg bármit megtalál, mert hogyha ha vesz nekünk egy műanyagtálat 700 forintért, nekünk az is segítség. Tehát nagyon-nagyon széles a skála az, amiben a mi munkákat tudják támogatni. Azon kívül az alapítványunk a gyermekcsontvelő transzplantációs ambulanciának a munkáját is segíti. Tehát most éppen kezelőágyakra is gyűjtünk a honlapunkon, mert
sajnos azok is amortizálódnak az évek alatt. Ugyanakkor Hát lehet... a mi gyerekeinket kezelik ott. Igen, lehet mondani, hogy minden lehetséges módon segítik, vagy kívánják segíteni a gyógyuló gyermekeket. A mi gyermekeink gyógyulásában óriási szerepe van a vérkészítményeknek. Ugye azban az időszakban, amikor ők kemoterápiát kapnak, nem működik a csontvelőjük, akkor úgy kell pótolni a vörös vérsejtet, a trombocitát, van olyan, hogy a fehér vérsejtet is, ha esetleg olyan fertőzése van a gyermeknek, amit muszáj szupportálni a fehér vérsejtekkel, tehát több száz vérkészítményt kap egy-egy gyerek a felépülése alatt. Tehát az rengeteg sok véradóra van szükség ahhoz, hogy csak a mi gyermekeinknek az igényeit kielégítse, és hát azért a felnőttekről se feledkezzünk meg, mert felnőtt hematológiai betegek is vannak, meg az egyéb traumás betegségek, de mi is törekszünk arra, hogy ha máshogy nem rajtunk keresztül, jusson el az emberekhez, hogy aki megteheti, az menjen el is adjon vért, mert életet ment vele. És még van egy nagyon-nagyon fontos témánk, amiről szeretném kérdezni, és amire tulajdonképpen ön hívta fel a figyelmemet, illetve a ház Facebook oldalán is olvashatóak ezzel kapcsolatosan bejegyzések, nevezetesen az, hogy 14 ágyás ugye a Déméter ház, de nagyon sok család, ahol meggyógyul a gyermek, azokban azért mindig ott van az a kis félelem, hogy mindig így lesz-e már, vagy esetleg kiújul a betegség, és önök szeretnének a gyógyuláshoz, ehhez a folyamathoz a továbbiakban is folyamatosan hozzájárulni, a szülők közelségét biztosítani a gyerekeknek, aminek már azt gondolom, hogy önmagában terápiás hatása van. Szóval egy rehabilitációs otthont kívánnak létrehozni. Igen, már 10 évvel ezelőtt megörököltünk egy 5 apartmanos házat a Kőrös partján, és hát sajnos nem volt rá lehetőségünk, eddig a házat kellett bővíteni, rendbehozni, kertet megcsinálni, és most szeretnénk ezt a házat felújítani és berendezni, és létrehozni ott egy olyan rehabilitációs központot, ahol a Déméter házból már hazatért családoknak továbbra is tudjuk fogni a kezét. Tehát szeretnénk olyan programokat ott létrehozni, amivel egyrészt az újra szocializációt elősegítjük a családoknak, mert nem csak a gyerekek izolálódnak, hanem sokszor a felnőttek is ilyenkor. Ugye az egyik szülő kiszakad a munkájából, és folyamatosan a beteg gyermeke mellett van. Tehát egyrészt ez a dolog, a másik meg, amit ön is mondott, hogy akinél egyszer ilyen súlyos betegség a családban, a gyermeknél előfordult, nincs az a szülő, aki 100%-osan megnyugszik, és mi szeretnénk ebbe segíteni a szülőknek, támogatni őket közös programokkal, akár szülőcsoportokba, hogy egymás között természetesen a lelki támogatónk, lelki vezetőnk segítségével ezeket a dolgokat átbeszélni, hogyan lehet enyhíteni ezt a fajta nyomást, ami rájuk nehezedik. Tehát mi ezt egy rettentően fontos dolognak tartjuk, azon kívül, hogyha ez létrejön, akkor lehetőséget tudunk biztosítani arra is, hogy a szociálisan rászoruló családokat akár nyaraltathassuk is. Amihez már ott a kis busz rendelkezésükre áll. Igen, nagyon igen. Nagy lehetőségekkel. A rehabilitáció kapcsán jut eszembe, hogy azért ezek a beteg gyermekek hosszú ideig például az iskolai oktatásból is kikerülnek, és őket oda-vissza integrálni az sem egy egyszerű feladat, hogy talán ennek a rehabilitációnak majd lesz önök által egy ilyen része is, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket ismét felkészíteni arra, hogy vissza tudjanak ülni az iskolapadba és újra közösségbe járni. Az iskolával kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy a pedagógusaink tartják a kapcsolatot a gyermekek anyaiskolájával, tehát az ő programjuk alapján haladnak,
Ennek az a fontos üzenete, hogy nem marad ki a gyerek, tehát visszamehet abba az osztályba, ahol indult, és a másik, szoktunk elmenni a gyermekek iskolájába rendhagyó osztályfőnöki órát tartani, még a gyermek betegsége kezdetében, hogy a társaik tudják, hogyan tudnak kapcsolatot tartani a pajtásukkal, hogyan tudják segíteni, és hogy ne kerüljön ki teljesen abból a vérkeringésből, ami az ő iskolájukba zajlik. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam elmondani, mert ez nagyon-nagyon hatékonyan működik. Tehát van egy folyamatos kapcsolattartás, ha jól értem, igen, ezt akartam mondani, hiszen igen, fontos, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat, hiszen hogyha megszakad hosszú időre, akár itt hónapokra vagy évről is lehet szó, az nyilván azért nagyon visszaveti a gyerekeket. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és végezetül egy örömhírt szeretnék megosztani a hallgatóinkkal, illetve a Déméter Ház kapcsán mindenképpen elmondani, hogy dr. Kriván Gergely nevét már jól ismerik a Csillagpont Rádió hallgatói, hiszen bemutathat már őt, illetve az ő munkáját, tevékenységét itt a 103-as frekvencián. Az alapítványuk elnöke ő, ugye? És hát egy igen, nagyon igen, fontos örömhír, hogy az idei Szentgyörgyi Albert orvosi díjat ezúttal ő kapta, ő nyerte. Úgyhogy így önön keresztül neki szívből gratulálunk, mert gondolom, nagyon hogy köszönjük. Ő egy nagyon fontos személyiség az önök számára. Abszolút, abszolút, természetesen. Akkor és még hát egyszer... az osztályt is ő vezeti, a csontvelő transzplantációs osztálynak is ő a vezető főorvosa, és hát alapvetően az, hogy ez az alapítvány létrejött, az neki köszönhető, mert ő volt az, aki a napi munkájában látta, hogy micsoda méltatlan körülmények között vannak a családok, és amikor lehetőséget kapott attól, hogy vagy arra, hogy a kórháztól megkaptuk az épületnek egy szárnyát, akkor ő indította el ezt az egészet, hogy legyen egy Déméterház. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta, én pedig pontosan ezért gondoltam, hogy a hallgatóinkkal megosztjuk ezt az örömhírt. A budapesti Déméterház programigazgatójával, Sedlák Gabriellával beszélgethettem. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm, viszontlátásra.